A szombathelyi kiállítás tulajdonképpen a októberben nyílt önálló kiállításomnak egy kibővített változata. Legutóbbi festményeimmel, mint mondjuk ez a kép, az utóbbi évben elkezdtem foglalkozni a kifejezetten olyan témákkal, amik erősen társadalmi, centrikusak, szociológiailag érdekes témák lehetnek. A szerepeltetett figurák, a ruhájuk, a meztelenség, tulajdonképpen a meztelenség az eleve időtlenséget fejez ki, nem köthető kifejezetten egy korhoz. Miközben szerepeltetek olyan figurákat is, akik kifejezetten mondjuk a reformkorhoz köthetőek, mondjuk a huszár alakok. Kifejezetten a huszár motívum, amit festek, hogy amint ezek a figurák tulajdonképpen egymást elég erősen bántalmazzák, csonkolják, kegyetlenkednek egymással. Ez tulajdonképpen egy valamiféle reflexió, egyfajta visszamutató kép a magyar társadalomra, a magyar társadalom habitusára, a magyar politikára akár, hogyha ennyire konkrétan akarunk fogalmazni. Ezen a festményen az a cím, hogy Aranycsapat, ami maga a cím az arra utal, hogy a magyar futball nagyon jellegzetes tud lenni a magyar habitusra. Ugye, hogy ahányszor néztem én magyar csapatnak a mérkőzését, elsőben az történt, hogy amint belőttek pár gólt, elhatalmasodott a csapaton azt, hogy igenis nyerni fogunk, és utána így körülbelül így kész is volt a dolog. Jött elvesztették az önmérsékletüket a játékosok, és egyből bekaptak sokkal több gólt, tehát veszítettek. De ennek van egy ilyen ironikus hangulat, egy az a kapcsolat a címnek a festménnyel, amint van egy brigád, ami jól látható, vakok vakbottal keresik a egyik figurának a leesett huszársapkáját, miközben egy hullát lopnak, és a sapka keresése fontosabb, mint a holttestnek a karjának az elrablása, mondjuk, ami egy elég abszurd dolog. Extrém eszközök, de igazából nem nagyon látok másfajta utat ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak az ember gondolatai manapság. De rengetegféle módon lehet kifejezni az embernek önmagát festészeti nyelven, de mondjuk, hogy egy olyan utat választanék, ami mondjuk olyan képeket eredményezne, amiket az bárki szívesen kitenne mondjuk a kanapéja fölé, vagy a kandallójá mellé, vagy a nappaliába, azzal nem igazán lehetne hatást kiváltani, nem igazán lehetne elgondolkodtató magatartást kiváltani. A képeket inkább intenzívnek hívnám, mint mondjuk brutálisnak, egyetlennek, vagy agresszívnak, mint szoktam kapni ilyen jelzőket. Mivel amilyen filmeket vetítenek mondjuk a televízióban, akciófilmeket, egy sima akciófilm, mondjuk 16 éves korhatárral bír, vagy 12 éves korhatárral, szóval sokkal durvább jeleneteket mutatnak meg. Viszont ezek festmények, és mondjuk mert direkte nem követem mondjuk az emberábrázolásnál az anatómiai követelményeket, hogy ez is távolságtartást tudjak teremteni a képek valóságossága és a mondani való tartalma között. Mégis valahogy sokszor elég hiszterikus reakciókat váltanak ki emberekből. Viszont azt nem veszik észre, hogy hát igen, hogyha ezt annyira szeretném, hogy annyira hiszterikus, sőt provokatív szeretnék lenni, akkor mindent az emberi testeket totálisan teljes anatómiai mi voltukban ábrázolnám.